Tengermély tiszteletem, kedves nézőbarátkáim, kedves gyermekek is, idősek, én Oszkár vagyok, és ez itt a Kingpin végigjátszásomnak a 8. része. Hú, de jól ezt elmondtam, most én itt néketek. Bekészítettem magam mellé egy bizonyos terméket, de ezt most nem fogom nektek elárulni, hogy mi a lényeg, hogy hűvös és teából van. Jól körül írtam, nem? Szerintem tudjátok, mire gondoltam, de nem szabad leírni kommentben, mert az reklámnak minősül. Persze lehet, hogy láttátok is. Most bele ittam itt a kamerával. Na mindegy. Ittas a kamera. Na menjünk tovább, szóval most menjünk be itt a... Hát izé a malomba. Ilyen őrlő malom kombó izé gyár épület. Cucc. És Dávidot, a brothert, ki fogjuk menteni, ugye. Annak a csapos nőcinek a izéje. Brotherje, tehát a fiú tesója, és akkor bizony... Szasztok, szasztok, hello! 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 Aha, úgy látom, hogy ez nem nagyon kultiválja azt, hogy én itt betörekedtem magam. Úristen! Azt a rohadt! Na, vagy először sörétessel fogok oda pörtölni. Hát ez így nem jó. Akkor... Hát ez se volt így jó, nem jó ez így. Sehogy sem jó. Látod milyen erős? Ez nagyon erős fegyver. Tehát az összes lőszerünk, vagyis pénzünket azt érdemes erre a fegyverre elkölteni magyarul. És a lőszerére. Mert hogyha ez megvan, akkor legyőzhetetlen vagy. És ugye ez a cooling mod, amit ráraktam, ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy nem melegszik fel a fegyver. És tovább tudsz vele lődözni. Na gyerünk már! Hadd lőjelek már le! Durván megsebeztem szegényt. Jajaj! Jajaj! Egyébként azzal a munkás emberrel ott lent érdemes lenne beszélnem talán. Beszélgessünk! Hey, what's happening? That new gun faction sure is firepower, real hand cannon! Mi van? Vájá. Szambikid. Valami ütős fegyverről beszél, szerintem arról, amit most méregdrágán megvettünk egyébként. Van egy ilyen rossz érzésem. Igen. Arról lesz szó egyébként. Francba. Minek költöttem annyi pénzt el? Elég lett volna utána csak a lőszerre. Én buta. Mindegy, nem baj. Jó, ez így is. Szeretjük így is Oszkárt. Jól van, na menjünk tovább most már, akkor itt szépen felmegyünk. Hát igen, itt jó meleg lehet ebben a gyárban, itt se dolgoznék azért. Nagyon szívesen. Minek mondtam azt, hogy nagyon szívesen, nem is köszöntél meg semmit. Oda szerinted át tudok ugrani? Komolyan azt gondolod, hogy oda át tudok, és minek? Minek ugranék ide át? Minek vettél rá, hogy átugorjak ide, kedves nézőm? Kutymogókat szimatolok. Szerintem kutyák fognak rám támadni, ha jól emlékszem. Az első végigjátszásomból. De lehet, hogy tévedek? Mindegy, átváltok azért az erősebbik puskára. Szerintem itt most kutyák jönnek.
Nem. Csak én gondoltam? Atya úristen. Jaj, ne. Jó, hogy fegyvert elvettem, mi? Még jó, hogy elvettem tőled a fegyvert, kacsony, mert felrobbant volna itt az ajtónyílásban. Remélem mindenki elpusztult. És itt most nem a nézőimre gondolok. Jó, ez pont jókor jött. Na. Üssed már! Ó, Finchi! Tommy Gun lőszer! Tommy. 22 dolcsi, nagyszerű. Ebből már ugye 62 dolcsink van. Kettő tár ilyen szuperfegyver lőszer tudok szermányolni, ami nagyon jó lesz. Most pont kettő tárunk van. Menjünk csak ide fele. Kicsi szórakozott vagyok mi. De kit érdekel? Sőt, sokan pont ezért néznek, mert szórakozott vagyok. Szórakoztatok. Gyanús ez a hely. Nem lehet oda bemenni? Nem. Jövök és török és zúzok. Hey, what the fuck? Azt bírom, hogy a legtöbb ilyen láda rohadtul nem tartalmaz semmit. Akkor, why the fuck should I do? Júj! Mondom én, hogy nagyon jó ez a fegyver! Azt a rohadt. Na, jön még valaki? Akar még magába fogadni valaki ebből a Finchi fegyverből? Give this to me, this shit. Ó, nagyszerű, végre egy kis izé. Hú, ez 300-at ad. Vagy lehet, hogy már korábban is vettem fel, mi? Az most nem kell nekünk, túl sokat adna. Viszont ezt itt engedelmetekkel elhallgattatom. Igazi putri zene. Ilyen alvilágias. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy ha oda fel tudnék valahogy kapaszkodni, akkor ott lenne valami érdekes látnivaló, úgyhogy engedelmetekkel én ezt most meg is próbálnám. Nem tudom, hogy honnan jött ez a gondolat most a fejembe, de beleszökött a fejembe ez a gondolat. Hogy mi lenne, hogyha erről a ládáról én oda felugranék? Lehet, hogy ott valami titkos perverséget lehet látni oda át? Az a baj, nem látok semmit oda át. Páncél, ez csak 25-ös izét ad ez a páncél. Azt hiszem, hogy legalább... Én azt hiszem, hogy kétféle páncél van a játékban. Egy 50-es, meg egy 100-as értékű. Hát, micsoda izé... szopatás ez itt, nem? Úgy látszik, van egy 25-ös, egy 50-es, meg egy 75-ös, meg egy 100-as. Hát berosálok itt helyben. Ahol látlak én... Az baj, semmit nem látok ilyenkor. Na hát ez így rohadtul nem jó. Köszönöm szépen, hogy hajlandó voltál elpusztulni még időben. Úgyni. Ez az! Jöhettek! Ne fogjátok vissza magatokat, az ott egy munkás. Látod? Nem lövök én le mindenkit. Még játékban is cizellált vagyok. Mármint hát mindenkit lelövök, csak úgy nem, hogy a gonoszakat, azokat... Hello? Szerintem annak fegyver van a kezében. Vagy nem? Jó van, szerintem. Akkor... Ha már így van... De várjál, ez nem volt teli találat. Úgyni.
Ahogy né. Egyébként lesz majd olyan pontja a játéknak, amikor már ilyen brutális fegyverrel jönnek rám. Tehát ami most nekem van a kezemben bizony. Az nem lesz jó. Mondjuk lényegesen könnyebb a játék ezen része, ezzel a fegyverrel, mint hogyha még most próbálnám megszerezni. Úgy. Ez az. Utolsó tár. Ez egy sima Tommy Gun volt. Mindenféle poszterek, meg minden szűzmária van itt. Újságcikk, Times. Jaj, annak a tetején van valami szerinted? Szerintem, nem tudom. Szerintem nincs. Nem láttam volna, hogy ott lett volna valami. Na, utolsó tár. Ez lehet, hogy majd ilyen nehezebb ellenfelekre fogom most már ellövöldözni. What the fuck is this place? What the fuck? De milyen szépen kiépítették már, nem? Egy 99-es játéktól az ember azért nem várná el ezt, hogy ennyire szépen ki van építve itt minden. Hát igenis, ha leesel, akkor elméletileg nem is halunk meg, tehát ugye onnan jöttünk így, és akkor ott mentünk át a másik járépületi részlegbe. Sőt, még ide is át lehet ugrani. És szerintem itt van egy titkos hely. Nyakamat rá, hogy itt valami van. Na jó, nyakamat azért ne. De azért eléggé gyanús. Gyanús ez a manus. De lehet, hogy tévedek amúgy. Hát, ezek szerint már megint tévedtem. Tévedtem. Tévevés útra. Tévevés. Tehát, hogy eszel, de tévedésből. Bú, de durva. Jaj, de durva. Hát úgy látszik, hogy itt benéztem. Lehet ezen az oldalon van valami. Na, át tudom préselni magam? Ó, ez az, lefogytam. Tényleg azért sokat számít a fogyókúra, úgy látom. Átférek most már itt, látod? Ja, most a munka mellett már most 83 kiló vagyok. Hallod, megy a fogyás. Na jó, menjünk most már ide fel. Ó, ugyani. Nem tudom, ennek mi értelme van egyébként, hogy ide kijövök. Fel tudok ide mászni. Ennek mi értelme van? Most komolyan. Valaki magyarázza már el nekem. Lehet, hogy ez valami rövidítés. Speedrunnereknek jól jön, mindegy. Nem tudom, ennek mi értelme volt. Menjünk visszafele. Mert ugye erre is lehet menni. Hello? Az ott David lesz szerintem. So what's up? You need help taking Mokrid now. David's your man. Mi van? I just saw David a minute ago. Épp egy perccel ezelőtt látta Davidet. Moker's main job is moving weapons for the Kingpin. Moker, tehát aki ez a gyár, a fő profilja az, hogy fegyvereket szállít, illetve hát lehet, hogy készít is a Kingpinnek, ugye a nagyfőnöknek. Hát akkor igen, itt biztos, hogy valami nagy ágyút is fogunk találni. Hát a nagy ágyú az a nagy gépfegyver, ugye, ami már megvan nekünk. Arra kell azt hiszem tovább menni, de... basszus. Ja, persze semmi gond. Mert nem vagyunk mi olyan messze, csak most ilyen kicsit így mászni kell felfele. De ilyen nagyot zuhantunk. Na zárulj be kérlek, ajtó. Köszönöm. Így, né. És akkor itt szépen lemegyek. Aztán nyissuk az ajtót. És ajtó mögött álló ember nincs. Oppá, töltőképernyő. Hát figyelj, jó lesz ez. Fú, cafatokra lőttelek. Ajaj, ezt nem kéne pocsékolni. Ez nagyon jó fegyver, mondom én. Brutális, pláne hogyha megtanulod kezelni. Azért ez se rossz. Sajnos itt hát nem tudom, itt át kell ugrani valahogy.
Ezen az oldalon nem lehet esetleg felmászni. Azért ez se rossz. Csak tudni kell kezelni. Végül is fel tudok én oda mászni. Vagy nem? Lehet, hogy hülye voltam már megint. Vagy nem? Hát innen nem nagyon lehet ide felmászni máshogy. Nem voltam hülye. Hogy lehet, hogy az voltam, vagy mindegy, lehet mindig az vagyok. Nem tudom, nem értek hozzá. Hogy a hülyeség az mennyire tényleg érvényes reám. I don't know. Mennyire nagyon megégtem? Nem annyira vészesen. Jó, láttad ezt, mekkorát ugrottam? Szökeltem. 128 dolc. Nagyszerű. Ha-ha-ha. Lőszert ezt már tényleg csak abban a nagy gépfegyverbe kell gyűjtögetni. Na, hogy állunk egyébként? Pisztolyilag, ó, nagyon jó. Sörítesileg, áááá. Gépfegyverileg, izé, szarul. Nem rossz. És van izénk is nagyszerű. Na jó, akkor szerintem Tommy Gunnilag fogunk most nyomulni előrefele. Adjad idefele a puskincát, meg ezt is szétzúzom, hát hogyha van benne valami. Gyakorlatilag bármilyen páncélból jöhet most egy pici. De főleg a testpáncél, meg a gatyamadzag. Meg a megerősítése lenne jó. Hű, elég zajos volt, és eléggé rozsdaszagú. Emeliftnek a lemenetele. Kedves testvéreim. Jól leszórakozok itt magam, jól viccelődünk. Jó, félek. Félek, hogy itt szörnyi dolgoknak lesztek szemtanúi. Ja, bocsi, lehet, hogy te David voltál, bocsi. Nem David voltál, akkor meg posztuljál megfele. Szegény kapott rendesen az arcába. Én meg 27 dolcsit kaptam. Fuck yeah! Adjad idefele ezt, köszönöm. Ebben nem volt semmi? Persze, hogy nem. Miért is lett volna? Ó, ne, ezt nem így kell. Ezt érzéssel kell. Na, pusztuljál! Újra töltöm a puskincámat, és fullan vagyok ismét, nagyszerű. Feszítővassal kell ezeket a dolgokat szétzúzni. Fiacskám! Például ezt. Hát még milyen jó, hogy azzal zúztam szét, mert ehhez lőszert kaptam. Bár az a gránátvető, ez rohadtul nem jó. Ez egy pocsék dolog. Mert hogyha becsapódáskor, tehát hogy ellenségbe csapódna be, akkor zúzódna, vagyis robbanna szét, akkor jó fegyver lenne. Akkor az egyik legjobb fegyver lenne a játékban, de így... Nem az. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem az. Sajnos a gránátvető az... Nem az. Van ott bent valaki? Hello? Szerintem te David vagy. A láthatatlan, nem létező fegyvert szorongatod meg a vascsövet. Hello? Thanks a lot for coming to get me, man. Okay, man, I'm sticking with you now. Smoker's got one of the new guns locked up, but I can get it for you. Uh-huh. Follow me. Okay. Sure thing. Stay right here. Don't move. Na, oké, maradjál itt, és don't move-oljál. Ha azt mondja, hogy az új fegyvert ő meg tudja nekünk szerezni, ki tudja nyitni az ajtót. De ugye ehhez alapvetően az kell, hogy tiszta legyen a terep, úgyhogy most megjegyezzük, hogy ő hol van. A lift az ugye itt van. És akkor, hogyha itt ebbe az irányba elmegyünk, akkor nem tudom mit találunk. Keep out. Úgy látszik akkor, hogy ide kell ő. Na akkor már vissza is megyek, csak közben. Anyád! Na, ez nem volt jó, mert lehet, hogy azokban a ládákban volt az a cucc. Na gyere csak!
Sure thing. Come on. Gyere. Gyere, zúszcsizni fogunk. Gyere, nyissad ki azt az ajtót. Ezt. Ezt, léci, nyisd ki. Mondd, hogy ki tudod nyitni. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Die, motherfucker! Ez az. Nagyszerűek vagyunk. Na, akkor én most szépen felöltözök. És ebben van benne az. Ja, nem csak lőszer. De az is nagyon jó. És ott van az a fegyver, így néz ki a fegyverünk. Na. Mi van már? Azért. Hú, mekkora láda. Ebben bezzeg nincs semmi, mi? Ez meg izé, csak egy ilyen zúzható. Jó, azért ez is jól jön. Meg minden. Fullosak vagyunk. Ó, oh, nagyszerű. Jaj, de fincsi! Van még tartalékban több mint kettő tár lőszerünk és egy teli. Úgyhogy teli torokból fogok üvölteni, hogyha valaki rátapos a lábacskámra. Fuck you, fuck! Gyere, kezdjél el mászni. Ez most honnan lő? Ez most mi volt? Na várjál, tudod mit? Jó, mondjuk igaz, hogy Tommy Gun van nálad. Na. Várjál. Csak kövessél. Hát nem, hogyha már követsz, akkor lőjél is. No problem. Lődözzél is. Hello. And what's all the commotion? Smoker's main job is moving weapons for the Kingpin. Igen, tudom. Na, ezt most, hogy felhúztam ide, át tudok oda ugrani, de ez nagyon veszélyes mutatvány. Ez biztos, hogy a valóságban nem próbálnám meg. Mert ennek az oldala is tűzforró, tehát most hiába. Anyátokat. Fú, ez nem volt rossz. Ez nem volt rossz, azt kell, hogy mondjam. Ide inkább ne kövess. Stop here. Hajajaj. És sikerült elsőre. Remélem büszkék vagytok rá. Mert hogy én nagyon büszkék vagyok. Büszke vagyok rátok. Hoppáré! Ennek mi értelme volt? Fú, de mekkorát vérzett. Ha. Come on, bitch! Na, van még valaki? Ez az, jól van. Ó, nagyon királyak vagyunk, gyerekek. Ez az. Jó ez a zene egyébként, tehát jó zenék vannak a játékban, de valahogy most itt zavarja a koncentrációmat. It breaks my concentration. Menjünk lefele. Menjünk itt felfele. Te itt hallok én valamit? Hallok, nagyon hallok valamit itt. Nagyon, de nagyon. Ezek a robbanó hordók semmit nem pusztítanak el, csak engem, de csak azt is csak akkor, hogyha nagyon közel vagyok. Ennek mi értelme van itt a lenti résznek? Semmi? Persze nem kell mindenbe értelmet látni. Ja, értem már. Így már hát tudok jutni ide. Aha. Értem. És ugye ezt kinyitom, itt mi van? Ez az. Na, van-e itt valami?
Hát, szerintem ez itt még nagyon veszélyes régió, úgyhogy ide nem jövök, még egy picit körül szeretnék itt szaglászni. Anyádat már! Mennyi lőszert kellett, hogy rátpazaroljak? Anyád! Na várjál, én hogy jutok be? Ezek nem robbanó hordók. Hát valahogy akkor a másik oldalról kell. Egyébként nem hiszem, hogy itt nem lehet átmászni. Már nem azért. Nem azért mondom, hogy kötekedjek. Na, közben Davidet is meg kéne most már keresni. Hát mégiscsak akkor azt kell várja, hogy akkor visszamegyek. Viszket a lábam. Igen, ilyen egy bizonyos játékokban úgy csinálják meg a korlátot, hogy az egészen a szélére úgy éppen rá lehet ugrani, van egy peremrész, és onnan akkor tovább áll, de sajnos itt nem. Itt nem. Na, akkor itt szépen Davidet meg kell keresni. Még szerencsé, hogy David nem egy vascsöves kis buzeráns. Te várj már oda, menjünk már lefele. Még van itt üveg is. Várj, oda leugrok. Hú, jöre, fel lehet mászni. Ebben mik vannak? Valami van benne, vagy nem? Csak ilyen gond... Ó, egészségügyi ládajcs. Nagyszerűen, mászunk fel. Mi van itt? Gyere, menjünk. Gyere, menjünk, mert most már tudom, hogy merre kell menni. Azt hiszem, tudom. What the fuck is this place? Where the fuck should it go? What the fuck? Még jó, hogy nem külföldieknek készítem ezt a videót. Kicsit csúnya lenne a szám. Ez itt zárva van. Jöjj, ha mondom, rontom, bontom. Fel tudsz ide ugrani? Mert nem is kell. Most már nem kell, mert ki van nyitva. Jó, vagy várjál, már megint bolond vagyok. Ohohoho. Várjál, maradjál csak itt nekem, kérlek. Hát, mert ide fel lehet mászni. És lehet, hogy... Anyámat. Gyerünk már, másszunk már fel. A lényeg, hogy oda fel lehet mászni. Na, ez az. És szerintem innen lehet a Palmatic bebe. A Palmatic bebe. Jutni. Figyeljél. Töltőképernyő. Elvileg ez a biztonsági őr. Ő volt. Remélem. Robbanó cucc. Hú, ekkora durrant. És azt hiszem, hogy most már jöhetsz. Most már szabad a pály, gyere. Yeah, whatever. Come on, bitch. Gyere, David. Zúzzuk szét a feneküket. Ezeknek a csúnya bácsiknak. Ajjaj. Ajjaj, fekete vonat. Hát ez most mi volt? Most mondd már meg, hogy ez mi volt. Hú, de durva volt, gonoszság volt ez, szörnyű. Ó, úgyni. Hát igen, a lángszoró ez jó, különösebben nem kell célozni vele. Hú, ennél is egy ilyen nagy állatfegyver volt, he. A lángszoró az egyébként jóval magasabb. Ez a 5-ös fegyver. 6-os a gránátvető, 7-es az nem tudom mi. Ja, bazóka. A 8-as pedig ugye a lángszóró. Furcsa, mi? Pedig ez a legjobb fegyver egyébként szerintem. Jaj, úgy izzad a hátam, komolyan olyan meleg van még mindig. Most már mehetne a francba ez a meleg. Mi értelme? Most már úgyse látok bikinis lányokat. Elmúlt a nyár. Puska! Most már nyugodt szívvel beköszönthet az összes hideg időszak.
Most már nyugodtan fázhatunk. Mert maximum felöltözünk. Sokkal jobban csipázom az izeit. A hideget. Mert az ellen legalább fel tudok öltözni. De hogyha eleve rohasztó meleg van. De várjál, arra fel lehet ugrani, akkor anyaszült messzelenül is csöpög rólam a víz. Vagy most így ne jöttem. Nem mondta, hogy tök fölöslegesen jöttem ide. Lejárt az időnk, de még egy picit most tolom, várjál. Ezt a ládás részt, ezt meg akarom csinálni még. Végtére is csak annyi, hogy ide felugrok, ide át, zotty. Ebben egy kis életerőpak, ebben még egy kis életerőpak. Ja igen, és akkor még... Igen, még ezt is szét tudom zúzni. És akkor mehetünk itt tovább erre. A francba. You're dead, man! Na, hogy megöljétek Davidet. Küldetésen vagyok. Ez egy nagy állat, nagy kaliberű fegyver. Vigyázzál magadra, David fiam. Ó, oh, David, te alacsonyabb vagy, mint én. Hát ez meg hogy lehet? Ebben a világban, Kingpin világában mindenki nagyobb, mint én. Legalábbis... centiméterileg. Hülyeségeket itt. Pofázok itt jobbra-balra, nem? Nem baj ez. Jó ez. Szeretjük Oscart emiatt. Szórakoztat. És szokott filozofálni is. Azért is szeretjük, mert szokott filozofálni a gyerek. Gránájtajcs! Na, akkor menjünk tovább. Várjál, ne, nehogy leessél és bokaficam legyen belőle, fiam. Nincs itt senki? Akinek belőjem a kobakját? Érted? Nem, olyan, én nem betöröm a kobakot, hanem belövöm. Tudsz jönni? Azért mondom, gyere. Loading van. És akkor Daviddel innen fogunk szerintem kiszökni a következő részben, most már. Így. És akkor most én itt elbúcsúzok tőletek. David is profilképet állított be magáról, ilyen oldalprofil, tudjátok, egyiptomi jelleggel. Látjátok? És akkor ez volt a 8. része a Kingpin Life of Crime című játékvégigjátszásomnak. Hogyha tetszett videó, akkor légy szíves, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Oscar voltam, és találkozom a következő részben, meg minden ilyesmi, amit el szoktam mondani, tudjátok már több mint 900 videóban. Na, pusszantás!